Üdvözlök mindenkit, Kekszők, és ez itt a Hearthstone, és ez itt egy újabb Tavernbrawl, nézzük is mi ez. Ez a Lead from the Front, ezt nem ismerem, ez egy teljesen új brawl. Nézzük. Enough hiding behind your minions, protect them. In this brawl, your hero has taunt. Szóval taunt leszek. Oké. Arra gondoltam, hogy csináljunk egy facehuntert. Na, készítettem egy... hát egy elég érdekes facehuntert. Indítsuk el. Most nézzük is, mi is lesz ez a brawl. Célunk a három győzelem, reméljük összejön. Kíváncsi leszek, hogy tényleg mit hoztak össze ezzel a brawllal. Most kipróbálok egy új hangbeállítást, mivel azt vettem észre, hogy a hang néhol eléggé fura. Úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Na nézzük az elfelejtett Priestet. Versus Anduin. The light shall bring victory. Let the hunt begin. Oké. Misdirection ki. Lepernem tökéletes. Tökéletes, ami azt illeti. Amúgy hamarosan megjelenik az új Hearthstone formáció, hogy most megjelenik az új játékmódok. Á, kapunk bizalmat, értem. És akkor kaptunk egy gyönyörű pajzsot. Szóval megjelennek ezek az új módok. Eléggé sok mindenki fennakadt rajtuk. Hát nem tudom. Számomra azért annyira nem vészes a dolog. Egyelő hírő fáver. Jaj, miért laggolunk, uram? Miért laggolunk? Eltöppen. Ó, Demolizer. Demolizer. Okay. Szerintem, ezt meg is csináltam, hogy ne. Inkább ez. De legyünk hülyek a nevünk ez. Menjünk fészre. És fészre fogsz menni, én érzem. Jó, nem baj. Ez is jó. Ez is tökéletes. Inner fire. Gondoltam, hogy lesz valami ilyesmi trükk a emberünk tarsajával. Na, Arcane Golem, egész jó. Egyelőre csak Hero Power. Picikét a feszültséget nevelem. Oké. Okay. Pont jó. Mivel egy Face Huntert használok, ezért értelemszerűen face vagyok. Is someone injured? Lelik. Inner fire, minden elmegyőzt. És nem trade-el. Megadatás. Na ez viszont egy jó húzás. De lehet, hogy a Cobra Shotot az most előre. Mert esetleg mégis kellene trade-elnem. Most ja, szóval most trade-elek. Ja, nem. Ja, tényleg. Ó, tényleg. Értem, jó. Jó, hülye voltam. I was stupid. Ezt is elfelejtettem, hogy van ilyenje is. Semmi baj, inner fire. Nem, Valentine-t. Ez kezd egyre szarabb lenni, ami azt illeti. Igen, ezt a szót eléggé gyakran használom, de nem kell. Nem kell sokat használni. Richard, azt meg kell mondani.
Egyelőre. Nézzük, hogy összejön-e. Mennyi damage-en van? Lesz 7 manám. 2, 4, az 5. 5 damage. És 5 mana. Abból van nekem 6. 8 damage-em. 8 damage. Ez még nem rossz. Azt meg kell adni. Ajjaj. Ajjajajajaj. Nem hiszem ezt védeni. Szóval... 3... 6... Ó, tényleg! Job's done. Ó, értem. Ó, értem. Értem. Na jó, akkor fészed, az mégsem lesz okés. Well fought. És nem tudom, mit gondoltam, hogy olyan hőst használok, és egy olyan módban használom ezt a hőst, amit alapból is meg tudnék csinálni bármikor, máskor. Most még taunt is van, más nem is tudnék támadni. Na jó, hát ez hülyeség volt részemről, akkor nem. Hunter lesz a megfelelő karakter. Kérdés az, hogy... Volt Priest, Mage, Paladin, Druid. Melyik az a karakter, aminek úgy nem bánod, hogyha támadják az arcát? A Warrior. Meg a Priest. Úgyhogy Warrior. A Hero Power miatt. És olyan dolgok kellnek nekünk, ami mint a szörnyekre is hatásos, mint az ellenfélre is. Elkészült a deckem. Hát egy eléggé érdekes deck lett belőle. Hát nem tudom, hogy fog működni, de kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog működni. Ó, ezt azért, ezt is jól megmondtam. Na jó, kíváncsi vagyok tényleg, hogy meg sikerülni. És remélem, hogy tudunk nyerni 3-at. Mondjuk, pár dolgot. Most eszembe jutott, mit kellett volna, hogy kivennem. Garrosh versus Malfurion. Druid. I must protect the wild. Ajaj. Victory or death! Vagyis annyira az nem se rossz. Csak adjon egy fegyvert, egy fegyvert. Ez nem fegyver. Az marhára nem fegyver, amit ott kaptam. Na még egy lehetőségem van fegyverrel. Fegyverre hajtunk, és nem kaptam. Belőle hagyom. Annyira nem baj, ami azt illeti. Ezt abba hagyom. De annyira ez nem baj, de jobb lesz, hogy megkapok fegyvert most. Nem érdeklődök. Fingom nincs, miért érdeklődök? Nézzük meg, hogy nem csegbör. Végül is tényleg azt, hogy betehettem volna. Egész erősak. Heroic Strike. Várom. Valószínűleg lepakol valamit. Nem lennék meglepve. Mondjuk, van egy lap, amit betettem a Brawl, azzal mondjuk meg tudom oldani a board problémáimat, hogyha lenne. Már pedig egészen úgy néz ki, hogy lesz.
ilyen board problémám. Most a Clave-nek örülnek, ha itt van. Az felelő fog nekünk jönni. Megtisztítom. Miért kell nekünk az Iron Forge Darkbomb-ban? 2-2 taunt. Így van, Mark of the White. Neki is? Jó van. Bowface. És én technikailag még így is tudok face menni, ha nem tévedek. Már pedig igen, tudok face menni. De nem akarok. Nem szeretnék face menni, mert cizar a világ. Muszáj lesz védeni. Mivel mind a kettő taunt, ezért ezt nem tudom használni. Így is van. Hamarosan bejött már a kurubas is. Király lenne. Lesz barátom, lesz. Nem igazán ütöttem meg. Unleash the beast. Oké. Egyéb. Nem túl sok lesz, ennek jobb. Segít? Nem hiszem. De ez fog. Egy kis brute force. Kíváncsi, erre mit szól. Trade. Ajjaj. Ajjaj. I wonder. Alright. Mi dolgoz? Na mi lesz veled? Drága barátom, döntsük el. Na azért elhasználja a Hero Power-t. Nem ártott neki. És face, hát mondjuk mi más tudja csinálni. Na szóval. Jaj, tényleg hülye vagyok, nem tudom megoldani. Valóban elfelejtettem, nem tudom megoldani. Íííí, ez lehet nehezebb lesz, mint hittem. Oh fuck. Ez is össze nehezebb lesz, mint gondoltam. Ajjajjaj. Na jó. Próbálkozzunk. Más nem is tudok csinálni. Szóval nyert. Na, úgy néz ki, hogy a deckem még eléggé sokat kell variálni. Hát, hogy ne, úgy néz ki, ezt a lapot nagyon szeretik erre a brawlra. Én nem csodálom, hát ez egészen komoly lap. Most ott lesz egy tipi ügyesi. Maradjon meg. Ajajajajaj, hát ez nehezebb lesz, mint hittem. Én aggódhatok rájövök én ennek a nyitjára. Valahogyan. Tudja, hogy eléggé egyszerűen meg lehet ezt oldani Warriorral is. Nézzük.
Na, lássuk akkor. Lássuk a medvét. Hát eddig nekem számomra eléggé fura Brawl. Lehet azért van, mert nem bírok egyszerűen ebben nyerni. De érdekesen hangzik. Maga a Brawl, úgyhogy nincs ez sem baj. Még. For Doomhammer. Victory or death. Még a paladin is a... mindegy. Fegyvert vagy drágám, fegyvert. Nem teljesen elgondoltam. De Knife Juggler itt van, ami nagyon király. Ha Knife Juggler itt van, akkor már rossz dolog nem nagyon tört. Aggódj, barátom, én is lépek, nem csak te. Lássuk, mit lép. Scarab. Oké. Ezzel még lehet, hogy lesz problémák, de megoldjuk. Mi ez az? Olyan? És mellé egy... még egy rúgbájtel. Legalább csak ez a kettő volt nála, tök jó. És pont az elején megkapja, én pedig úgy konkrétan nem igazán azt kaptam, amire számítottam. A Shield Guard. Az... az kell nekünk. Köszönöm, örülök neki, hogy azt jutottam. Spider tank. Jó, nem baj, hogy azt tudi... na, azaz. Ezt elnyomjuk. Van fegyverünk, az király. Elnézést, legalább a kalóznak lesz egy kis atakja. Ajjajjajjajj. Nem gyenge. Kiüthetném. 3-2. Szuper. Szép. Igen, a betörés az valóban nem kellett volna. Először ez. Jó, 5-3-as. Szerintem az egész korrekt. Jó van, haladunk. Handle it. Raid leader az belefér. Ajj. Bula. Fasza. Pont jó. Ez az. Nyertünk. Megvan az első győzelmünk? Yeah! Megvicceltük ezt a sámánt. Na szóval, csekkoljuk is a pakkunkat. Hát azért ez egy nehéz szülés volt, nem mondom, de hát mennyi idő alatt is? Fél óra alatt összesikerült nyernünk egyet. Nem ide basz. Jó, mondjuk ebből ti valamivel kevesebbet fogtok látni, de a lényegen nem változtat. Nagy epik. Hó! Hó! Wow, azért ezt nem mondom. Egy epik, egy golden rare és egy... rare. Mi... ja. Mindegy, örüljünk! Snake Trap, legalább nincs meg. Most megvan. Blessed Champion, ez sincs meg. Most már ez is megvan. Wow. Másikról inkább nem beszélek semmit, azt szerintem az sincs meg, de annyira nem is igazán kellene. Legalább a kettő common kártya az egy kétszer is. Na, editeljünk. Mégpedig ezt a betörítset eltávolítjuk, és helyére
valami kicsimonás minion kéne bepakolni. Oké. Használható lesz. Elmondjuk, hogy nem jó ide. Micsoda, hogy nekem mindig nem volt ez meg. Jól tudni. Ó, várj. Lovely Spire. Próbáljuk ki. Elnézést, hogyha így fura hangot adok ki. Azért van, hogy picikét már megfáztam egy ideje. Aztán azért adok ki ilyen csodálatos hangot. Na nézzük a második ellenfelünket. Ki szintén egy warrior. Van fegyver. De nincs kalóz. Nem ezen tudunk változtatni. Nem egészen, de szerintem ez is egészen korrekt. És én kezdek. Egyszerűen rácsírok egy Hero Strike-ot. Heroic Strike-ot elnézést. Azért meg kell tudom olvasni is. Már inkább nem kellett volna semmit használnom. Már sose számítottam volna. Na ezért kellett volna mondjuk hagynom. De most lehet vissza is. Mi van? Azért ma. Ez lehet hülyeség lesz, de jobbat nem tudok. Megvan a Brawl, szóval hogyha nagyon elfajulnának a helyzetek, akkor a Brawl-lal megmentjük magunkat. Mortal Strike. És ezzel 3-4 lesz, így van. Na, mondjuk ez is egy taktika. De csak ne, hogy azt hitt, hogy neked van ilyenet. Demolizer. Na, a sajátomat elvesztettem. Sajnos az egyetlen is volt, úgyhogy... szívás. Nagyon nem vészes talán a helyzet. Főleg így. Jó, egyelőre úgy még egészen elmegy, hogyha azt támadja. Bár, hát nem teljesen, de fogjuk rá. Ez Frozen Shift, mi lesz itt? Csak nem Whirlwind. Nem lennék meglepve. Jó. Biztosra megyünk. Csak hogyha ez iszpozíssékkel trédelni szeretne. Jó, hát eddig nem jött össze. Ó, van inner range, úgyhogy nem állunk rosszul. Ezt elfelejtettem, mert van Rampage is. Jújjúj. Komoly hülyeséget csináltam. Ez nagyon nagy hülyeség volt. Ötlentően egy. Muszáj lesz elhasználnom. Hú. Majdnem azt mondtam, hogy itt lesz vége. El is feltettem a Rampage-et Warriornak. Komolyan. Tényleg elfeltettem. Nagyon hülye vagyok. Néha.
Ennyi. Heroic Strike. Szóval már elhasználom, mert... hogy te ezzel terv... Mondjuk... néha belegondolok abba, hogy miért teszem le a Minion-t és utána kezdek el gondolkodni. Most már nincsen rampage-e, úgyhogy annyira már nem fogja buffolni az a lényeit. Kártyára van szükségem. Tökéletes húzás. Próbáljuk, hogy ennek hatására is... még csak a weapon... igen, csak a weapont kapom meg, nem baj. Hát reméljük, hogy neki nincsen mondjuk brója. Azon lenne jó. Bővindig van. Ezzel tudom, hogy erősítem. Ezzel 8 lesz neki. És ezzel meg megöli minket. És ezzel már 10. Lehet nem annyira volt szuper ötlet, de... de még így is... megoldható. Jóló. De hogyha ezt kiütjük... ja tényleg. Ha ezt kiütjük, akkor már valószínű nem lesz semmilyen, mert úgy néz ki, hogy ezzel akar kombózni, ezzel akar nyerni. Úgyhogy, hogyha őt megöljük, az jó lenne. Inner Rage. 12 utak. Execute. Igen, erre megy. A megvédje. 12 utak. Az a baj, nem emlékszem, hogy van ilyesmi ellenszerem. De szerintem pont nincs. De hát, hogyha nem találok, hogy valamit ott nekem, akkor így nekem. Ah, francba. Köszönöm. Hát igen. Látom, hogy bele kell tennem olyan lapokat is, amik a minionokkal is foglalkoznak. Szóval muszáj lesz, hogy a minionokkal is foglalkozzak. Mit lehetnek ezek? Ne csak brute force legyen. Látom. Egy charge-ot kiveszek. Darwolf Alpha. Ja, lényegében az is, az se rossz. Na nézzünk egy olyan lapot, ami így ismilyen foglalkozik. Ami erős lap, és ezzel foglalkozik. De nincsen Floating Berserkerem. Még eléggé szomorú. Egy Executor bepakolunk. Talán így lesz esélyem. Nos hát, remélem, hogy meg fogjuk nyerni ezt a két meccset, ami még vár ránk. És akkor minden kósár lesz. Magam alá húztam a széket, úgyhogy most koncentrálunk a győzelemre. Még egy sámán. For Doomhammer! Victory or death! Nem jó kezdés. Azt le kell szögezni, hogy ezzel a brawler nem fogunk küldetéseket csinálni egy könnyen. Mi az a kezdés? Könnyen? Elhiszem, hogy brute force, de ez lehet sok lesz. Itt az nagyon sok lesz. Late game-re legalább vannak minél marha jó.
Szóval ezzel a brawl-al nem igazán fogunk szerintem... hát... küldetéseket csinálni. Egy is tök van, hát csodálok. Nem, barátom. Ó, szupi! Erre volt szükségem. Köszönöm. Ez mennyire... Nem, ez rögtön adja ezt a két atakot. Helyes. Hát szinte azt a charge effect tehát azt meg kell tartanom. Magic Totem. Szerintem ez Totem Shaman lesz, ami... nem igazán lesz jó nekünk. De van egy-két trükköt a sajátban. Szép fokozatosan mi most. Nem fogjuk ütni. Charlotte azt meg későbbre tartogatom. Egyelőre a Laviskaja el lesz ott magába. Szerintem a csóka totemekkel fog itt nagyon játszani. Végülis amúgy egy teljesen korrekt ötlet lenne. Igen, máshoz is elmutattam. Healing totem, hogy azért teljesen jön az összkép. Bár tekintettel szerintem most ez a leghaszontalanabb számára. Meg a taunt totem. Taunt-ot ad neki. Milyen célra szabad megkérdezni? Látom a lényegét. Konkrétan úgy nem is igazán érdekel, hogy az taunt lesz. Most miért foglalkozzak? Még leüthettem volna. Mert mégiscsak varázslattól szó van szó, meg egy totemben. És amikor a totemek elég veszélyesek. Mi a franc? Jó, nem baj. Ez még úgy oké. Ezzel még nincs is bajom. Ezek a minionok nem erősek. Szerencsére. Szerintem ez egy olyan játékos, aki még nem igazán tudja, hogy ez miféle brawl. Mi már azért megtapasztaltuk olyan három meccset, kettő. Három inkább. Úgyhogy nagyjából úgy már értem, miről van szó. Charles Murlock. Egyre érdekesebb vagyok. Két Charles Murlock. Ó, egy Grimmskill Oracle. Na most legalább full boardja van. És megint itt van Tani. Én szerintem nem tudja, hogy az egyik videóban nem volt, de nem is kell ő tudni. Brawlt azt jobb, hogyha későbbre tartogatjuk. Oké. Okay. Gondoljuk át. Szerintem Boulder Fist ez. Vagy Boulder Fist ez tökül. Mennyi ez? 4, 5, 6, 9. Szerintem jó vagyunk így. Nem fogja ezeket megölni. Sámának szerintem nincs is olyan lapja. Bár van lapja. Varázslatok van, hogy meg tudja tenni léteket. Na, ez picikét problémás lehet, ez már így 12. Ezzel így már 18 damage-et fogok kapni egy körben. 11. Nem fogsz trédelni, haver, én is megfogatom. 13. Ja, megint. Nyertünk. Megnyertük ezt a meccset. Ez pont itt, hogy...
És ott nem pont, azt hiszem 2 damage-en van több. De ez nem számít. Királyság! Második meccsünk megvan! Yeah! Mennyi idő is telte? 46 perc! Oda néz! Azért haladunk, nem mondom. Vagy 47? Nem tudom. Ez annyira nem figyeltem oda. Elég szomorú, de itt van. Na, harmadik. Reméljük, hogy talán az utolsó is. Priest. Mondjuk igen. Vantor killes priests, az azért simán előfordulhat. Szerintem... Ja, itt tartom is. Remélem minion jön. Fegyver, még ez is jó. A fegyver is. Korrekt dolog. Cleric-et tegyél, ne kérlek. Tudom, hogy mondom. Nincs. Nincs kezedbe cleric, jó. Én sem használok semmit. Nem igazán érzem szükségét ennek. Mit lépsz? Na, Zsákról, tökéletes választás, barátom. Tökéletes választás. Tökéletes arra, hogy elintézzem. Ezeket nem fog kelleni. Feltöltöbb azt mondom, hogy shield block jön. No, hát ez is egy nagyon jó választás, ami azt tudja. Igen, tudom többet, ezt mondom. Inner Rage az jó. Abusive is talán jó. Igen, tényleg valóban egészen jó minion. A Raid Leader is egy nagyon jó minion. Na jó, haladunk. Ez már 8. Nekem csak 4. Nem baj. Dolgozunk rajta, hogy ez változzon. A mikromasint azt ki kell ütni mindenképpen. A Master Sword Smith is egy nagyon jó választás, tényleg? Mit csinálsz? Olyan. Execute jöhetne. Akarnál triple, az mondjuk egy korrekt dolog. Most éppen versenyt futunk ellene. 13 damage, a következőben lesz 15. De ha minden jól megy, nem. 17. Tényleg. Na, ő érti a dolgát. Ez az 17 damage is. Sőt. Több. Jó, brawl. Egyetlen lehetőségünk az, hogy brawlt húzunk. Most. Bash. Várjunk? Nem segít. Mennyi ez? 8, 9, 10, az 11. 11 meg 9, az 20. Meg 1, az 21. What now? Armorozni kell. Esetleg őt kiütni Bash-sel. Mondjuk az Adventurer-t is kiütöttem volna. Talán még jobban is járok vele. Sőt, sokkal jobban járok vele. De talán még így is meg lesz.
Na mégis. Hol jön a... Mennyi ez? Ez éppenséggel 20. Most így 20. Én meg mennyit fogok csinálni? 4. Az 5 az 6. Kevés lesz. 4. Hát ez nem lesz el. Hú, de jó. Ki, hogyha most nem tudom megölni valahogy. Vagy nem húzok egy ilyet. Várjunk. Ez 6-ot ér. Menjünk erre. Arrrr. Jó, egy kört azért megmentünk. Egy kört megmentettünk. Ujjúj. Ujjúj. Tök jó vagy. És persze nem kapok semmit, amivel meg tudnám menteni magam. Szuper. Jó. Nézzük meg, hogy mit kéne kicserélni. Mondjuk... Azt is csinálhatnánk, hogy egy elit, egy ki, plusz egy szól, nem. Egy gólem. Helyükre meg betenni ezeket az OP csinyaságokat. Mint a mikromasint. Vagy egy Doomsayer se lehetne rossz, de... Nem őket. És Questing Adventurer-ről is szó volt. Most ő hol van? Egyszerűen. Azért mégis kellnek ilyen kevesebb manás minionok is. Nem csak Brute Force. Nem csak mindig az erőre van szükség, hanem néha gondolkodnom is kéne. Szerintem még... hogyha nyerek, ezt megnyerem. Akkor veszek egy pakkot is. Ha nem nyerek, akkor nem veszem pakkot. Úgyhogy... nem nyerek. Próbálj meg. Hihetetlen basszus, miért nem bír nekem egyszer az életbe olyan minőnöket adni, amiket már kiválasztottam, hogy én ezt akarom. A barátom, Gyula, örülnék, hogyha magadhoz térnél, és elfogadnál ezt a csodázmányt, amit szeretnék nekik játszani. Köszönöm. Kezdődjön a játék. Greetings. Jó napot kívánok, uram. Greetings. Cleric. Cleric. Nincs cleric. Érdekes. Az Adventurernek inkább meghagyom a főszerepet. Light Warden. Valóban? Nem úgy tűnik, mint hogyha... Nem úgy sikerült, mint amire számítottál volna. Valóban ez... Köszönöm szépen. Valóban... Azzal most volt a cél a Light Warden-nel. Jó, mondjuk, hogyha van Injure Guardia, nem Squardia, hanem nem tudom mi a neve. Azzal érne valamit, de amúgy meg semmit nem ér. Na. Give me a quest! Inner Rage-et elhasználtam volna a 2-1-esre, de... Szerintem túl jó lap. Hú, remélem valami szánalmat kap, de nagyon remélem. Ajjaj, ugye nem bes. Ugye nem. Inner Rage.
De menj nyugodtan, nem mondom. A jó, annyira nem, maradjunk ennyibe, de tényleg. Igazán nincs mit, én köszönöm. Egy. Kettő. Három. Na mi van, most köszönöd meg, hülye gyerek. Köszönöm. Köszi, köszi, köszi. Na mi van? Hát igen. Na. Egy jó minion. Inner... Nem. De valóban Inner Fire-re készül, ahogy látom. Szólt ide biztos. Mi is felkészülünk erre. Arcanite Reaper, tök jó. Tök mindegy. Vaj. Na, Inner Fire testvér. Vagy még egy Divine Spirit. Még az elég szar lenne. Elég rossz lenne inkább, ez a szép ütézés. Ozis, akkor biztos van Inner Fire-e. Legalább kettő. Ott rep... nem, Divine Spirit. Nem, akkor még nem lövi el, de valószínű az Ozis lesz az a szerencsés, akire megkapja. Nekem meg mindenképpen kell lépni. Ez így van. Bes. Bes az jó. Több lapot akarok elpazarolni, akkor csak jól megy. Szerintem az ugye is. De mennyi ez? 4 meg 3. Az mi a franc? 4 meg 3. Az 7. 7 meg 10, az 17. Meg 5. Jó, megvan, nyertünk. Well played. Quest accepted. Szoszi. Azaz, nyertünk. Megvan a 3 győzelem. Yeah. Nyitunk pakkot, srácok, nyitunk. Ahogy ígértem. Mert amiket kaptunk, ezek után biztos nyitunk. Mégpedig valószínű, hogy a Grand Tournamentből fogunk nyitni. És valószínű ezentúl már gyűjtünk a Blackrock-ra. Mert még nem fejeztem be, még mindig. Már csak kettő? Nem lett be. A Golden Camelot még egy szkorrekt. Hát azért nem mondom, de... azért annyira nem rossz, mint amit a számítottam. Jó. Meg a Goldent is szerintem. Azt is beolvasztom már, mint ezt. Igen, téged. Beci. Szép néve. A pacinak. Már is 370 dust üti a markomat. Hát ez még sajnos nem elég mondjuk egy legendary-hez, vagy egy epic. Ez most hát epic, ez már közelít. Az ott már egészen közelít. Na. Oké, nem van. Na mostan lehet epic. Epic-et készítenem. Hú, hát egy-két dust és még legendary is lehet idővel. Na jó. Akkor ennyi is lett volna ez a brawl. Hát mit gondolok róla, erről a brawlról? Elég érdekes az alapötlet és nekem ez tetszik is. Mondjuk eléggé könnyen meg lehet nyerni, hogyha egy adott... hogyha használjuk azokat a szörnyeket, amikkel könnyen meg lehet ezt nyerni.
Szóval amiket eddig láttatatok, azokkal valószínű könnyen meg lehet nyerni ezt a Brawl-t. De amúgy meg egész korrektnek néz ki. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez megér egy próbát. Azért ez egy egészen oké Brawl. És hát questekhez nem ajánlom. Ezt azért kimondom, hogy teljesen nem igazán lehet ezt használni. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kex voltam, és akkor találkozunk még egy másik videóban is. Addig is, sziasztok!